Rácsóbics Sötész, a Csokolár és Traktorkerék üdv a csatornák éppen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívása sorozat következő részével. Egyébként azt néztem, gyerekek, figyeljetek, ránézek erre a Challengerre, hogy be 96%-os kondíciója van. Ez körülbelül mentünk vele egy 200 métert. Hát nagyon-nagyon rohadt a verna. Vagy mi van, te sós levegő tengeri, vagy mi történt itt? Meg fúj a szél, jaj, pedig hátszél lejön a verna. Ja, hiszen már ezért kettőször lehúztuk. Várjatok, álljatok meg egy csöld pillanatra, kiperültem, kitalált egy-két dolgot, ha már egyszer figyeljetek. Ha már egyszer építkezik, csináljuk meg azt, hogy vegyük már meg ezt a földet, hát már ne szórakozzál, hát csapjuk bele a lecsóba. Meg egyébként hoztam egy follow me módot, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog működni. Ezt megveszem azt a földet, meg akkor átváltunk izére. Tudjátok, hogy mire? Arra. Megcsináljuk ezt a dolgot. És akkor össze kellene szántani még ezt a kettő földet. Mert ha már egyszer... Ajjál meg, Sanyi! Várjál már! Be van érve ezen valamilyen gabona. Hát ezt akkor le kellene csapni, nem, gyerekek? Ojj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 
Jó, de nagyon messze van. Figyelj, tök mindegy, hogy mi van, mindenképpen kellene kettőnkön a kombány. De most meg elverte a pénzt Keeper, minden hülyesége, de úgyhogy nem fogja tudni megvenni. Oh my god! Hát ő 22-es csapdája, belekerültünk egy olyan dologba, ami igazából nekünk nem jó. Azt a betyár. Hát a kettő kombányt hát kellene hozni a másik földről, de egyébként azt nem preferálom. Úristen, hát egy darab kombány az mindenki. Figyeljetek, lecsapjuk egy kombánynal. Hú, basszus, ez most egy kicsit így szíven ütött, hogy akkor mi, hogy lesz itt a dolog. Valami olyan kombány kellene nekem, amelyik ugye jó nagy, ez 17.100 literes. Mennyibe kerülünk? 465.000 gyerekek, ez a fent. Mert ez egyébként ennek lehet választani, hogy milyen márka legyen, ez nagyon érdekes. Ez valamilyen koprodukcióba készült a fent és a Ferguson, vagy hogyan történt itt a dolog. Na, kellene egy jó vágó szerkezet hozzá. Ez melyik vágó szerkezet illene? Ha mondjátok meg nekem gyereket nagyon gyorsan. Ez igazából tök mindegy, hogy miért veszik, csak az a legyek, hogy jó nagy legyen, nem? Várjátok, hány méteres kell? 13 méteres, van kész, meg van ez a Terraflex. Hát lehet, hogy ez a Terraflex, nem, hát nem ez kell oda. De mi igazából teljesen mindegy, melyik ő lenne neki, nem? És csak 12 méteres, hát azt felejtsen el testvérem, felejtsen el az úr legyen veletek, megvesszük akkor ezt a nagy kombányt, és akkor figyelj, igazából ez lesz a legnagyobb kombány, amit tudunk itt vásárolni, mármint ilyen motorbeállítás, szerintem motorbeállítás lehet bele nagyobb motort, 519.000, jó, a gyerekek egyet veszünk, legyen fent, meg lent is, meg akkor venni kellene hozzá egy erőtószerkezet, aztán rohadt gyorsan, akkor elizélünk, órákodunk arra felé, de akkor nem ezt veszem meg. Ebben mi a különbség? Figyelj el! Ebben mi a különbség a kettő között? Nem tudom megképzelni. Hát remélem, hogy tudok vontatni vele. Gyerekek, nem, remélem nem sesztem el. Veszünk hozzá egy nyuszit, jó? Remélem nem sesztem el, remélem, hogy tudok vele vontatni. Mindenki kellene nekünk, gyerekek. Várjátok, hát térképre kellene menni, meg egy csomó mindent körülnek kitalált egyébként a Keeper, úgyhogy azért pörgök, mint a trágyaszor, hogy csináljuk. Hoppá, nem ma van izé, olyan nap, tudjátok mi. Ma van olyan nehéz napok vannak. A sorskártya nap, ugye? Ma van sorskártya nap? Ezelőtti részben nem volt sorskártya, akkor biztos, hogy ebben van. Ja, úgy látom, hogy van ilyen vontató szörközet. Ó, hát akkor csapjuk neki, gyerekek. Follow me mód van, és valószínűleg fogjuk is mindjárt használni. Mert annyit kellene csinálni, vigyázzatok a kriptonit táblára, annyit kellene csinálni, hogy elmegyünk útnak, aztán akkor a nyerges lehet, hogy ledurantjuk. Nem, mert ott a KCH, ugye a nyerges, azt tudjuk majd azzal uzingálni, ott van a Dolly, meg ott a KCH, már itt a 620-as, azzal akkor lehet veretni neki, mint az őrület gyerekek. Egyébként most ilyen megint pont határon vagyok, hogy be is vagyok egy kicsit pörögve, meg egy kicsit ilyen chilles hangulatban is vagyok, úgyhogy most így pörgősre kezdtük ezt a gameplayt, aztán lehet, hogy be fogunk egy kicsit lassulni. Egyre sűrűsödnek a munkák, és a Keeper nyakán kezd maradni itt a dolog. 284 ezrünk van még, jó, hogy van egy kis alaptőkénk, ugye akkor, ha akarok, akkor tudok venni dolgokat. A permetezést itt már mindenképpen a nagy permetezőkkel fogjuk megoldani, itt meg ugye ezt le kellene aratni, de meg fogunk mindent csinálni, csak most az új földet akarom csinálni. Sanyika, ne ássál, úristen! Hát a szemed álljon keresztbe, álladon ásol.
Ez megint magára csavarta a csövet, mint az őrület. Na nézzük meg a belső részet, ha már nem is úgy játszunk, akkor is lessünk rá. Gyerekek, itt aztán ide van. Komoly, komoly gamer setup van ebbe a gépbe, gyerekek. Jó van, csak hülyéskedek, tudom, hogy nem. Belátni az izébe, belsejébe? De jó. Egyébként egy csomó belátni, ugye, a Magtarba. Na, veretjük neki, azt fölmegyünk, azt neki állunk aratni, akármi is, az lecsapjuk, mint a szart. Mert lehet, hogy búza, akkor meg nagyon-nagyon jó lenne. Azt hiszem, hogy árpa volt rajta, nem? Az árpát bazza le tudnám róla durvantani, a tikoknak be tudom hordani. Hát az nagyon jó, úgyis mondtátok, hogy jó lenne, hogyha basszus kettő legyet ütöttünk már megint egy csapásra, mert az árpát le tudom veretni, be tudom hordani a tikoknak. Viszont kellene egy jó nagy silód a tyúkolhoz, mert ugye be kellene valamivel öntözni, és onnan valamivel ki kellene szedni, úgyhogy már megint egy kicsit így vannak problémók. Ja, valami jó nagy siló kellene. Nem tudom, ez hogy fog megoldódni, most egy ilyen spontán ötlet volt egyébként. Gondolkoztam azon, hogy meg kellene venni ezt a dolgot, de ezt nem gondoltam, hogy már aratnunk is kell az első pillanatban. Úgyhogy ez tényleg egy kicsit ilyen spontán volt. Valahogy meg kellene nézni, hogy nem tudok elmenni valamára merre. Már alig merem megnyitni a mapot. Figyeljetek, a 40-es földre lehetett volna menni egyenesen, nem kellett volna erre együnnöm, és akkor egyből az a 40-es földre vezetett volna. Úgy. De nem baj, elmegyünk erre, azt akkor jobbra, jó lesz ez. De ki kell tapasztalni ennek a mapnak ezt a felét, gyakorlatilag ezen a map ezen felé még soha büdös életben nem játszottunk. Pedig aztán már vagy 8000 órát beletoltam ebbe a mapba. Farming Simulator 15-ben persze tudom abban egy kicsit máshogy volt, de konkrétan mindig ugyanazokat a földeken játszottuk, ezt nem nagyon ismeri a keeper ezt a eme részét ennek a mapnak. Na gyerekek, megindítjuk a Combine-t, ezerrel meg közben megcsináljuk az összeszántást, úgyhogy ezen a földeken fogunk dolgozni a mai napon. Jól van? Aztán akkor áthordjuk a búzát, vagy árpát ugye a másik helyre. Hát az a baj, hogy egyébként oda igyekeznem kövint az áll a gyerekek, mert jó messzire kell hordani. Ez nem fogunk ebből rendszert csinálni, de viszont most akkor a kriptoni táblás, gyerekek, hogy jöjjenek már a borsodból a gyerekek, aztán szedjék össze az alumínium táblákat, mert megőrülök. Komolyan mondom. A kriptoni táblák azok, hogy beverik a keepernek itt a szeget a koporsójába, komolyan. Na, aztán majd csinálunk egy olyan részt is, mindenképpen akarok, hogy majd egy ilyen famegmunkálás, megveszem az összes erdőt a térgében, azt mindent letermelem, mint a szart. De úgyhogy falpritékot csinálunk be, azt elhordjuk a picsát. Hoppá! Majd csúnyát mondott a képer, annyira bele van erőve itt a dolgokban. Na, akkor fölmegyünk itt. Aztán nekiállunk. Igen, tudom, még jó lett volna egy kombány, de nincsen pénzünk rá, gyerekek. Meg ugye most nagyon pörgetni sem akarom az időt, mert akkor meg lesz. Egy az, hogy már félig van emedve az a főre, másik, meg ugye le kéne aratni a másik főre, ami ott van nekünk-e. Viszont addig lehet, hogy pergetni kellene, megnézzük, hogy mennyire van beérve itt az a cuccos, jó? Azt mondja, hogy hát itt félig van. Itt jó, az várunk vele, mert lehet, hogy egyébként be fog érni. Jó nagy föld, itt a Máriam. Hallod, ez nem a legnagyobb föld itt az egész környéken? Jaj, de nem kicsi ez a föld. Ekkora földünk még a büdös életben nem volt. Hát ezt meddigről fogom learatni, nem tudom, de majd mindjárt meglátom. Kicsit itt cifrázom, mint kutya aszást. Oké, gyerekek, minden oké. Figyelj, az orosz oké. Szokták mondani, minden oké, az orosz oké. Ó, de nézzük. Egyébként nagyon dinamikus ez a kombány, megvettem bele a nagy motort. Én megmondom őszintén, mivel a Realmod ugye benne van a játékban, valaki írta, hogy teljesen felesleges kombány van a nagy motor, hát szerintem így emiatt nem. Ezt akkor csukjuk be? Úgy van, kombány rárváltunk, kinyissuk, aztán figyeljetek, menjen a dolgozó, meg akkor gyűjünk a izébe, gyűjünk a... Hú, lehet, hogy egyébként át kellett volna hozni az Uralt, de lehet, hogy át is fogom még hozni. Na, akkor figyelj, úsdj neki testvérem, veressed neki, mint a veresegyházi, az Árpát aratod, ugye? Szépen okosba. Mi meg elmegyünk a... De édes Istenem, hogy mi van itt, várjátok, itt a KCH. Még jó, hogy olyan memóriám van, mint az aranyhalaknak. Mindig elfelejtem, hogy hubbad voltunk, mi voltunk. Itt elvileg alatta van a Dolly, gyorsan beugrunk, aztán majd szemet már szedjük is kifelé. Meg közben majd kellene vetni is, úgyhogy ez mai részben megint csinálunk ám mindent ám. Ugye meg össze kéne szántani, de hát olyan ez, mi olyan satut nyomtam, csúszott az izé, a heveder. A gumi hevedert izére nyomom, és izé lesz. Stick. Ó.
Ez sima gumi, ilyen pályagumikat csinálok, gyerekek. Na jó, megyünk föl, aztán akkor ebbe üridegetünk, azt meg elvisszük, jó? Egyébként nem biztos, hogy meg tudok fordulni elég gyorsan, egyvele tudunk kezdve menni. Visszafele lehet, hogy az urrellel eljövök, aztán akkor azzal fogom hordani. Azt, csak az a baj, na, legalább ki tudjuk próbálni a follow me módot. Belökjük meg a kész íját. Nem használtam soha egyébként ilyen marokat. Mármint a follow me-t, meg a cruise módot, azt mindenki, cruise plate, azt mindenképpen fel akarja a keeper rakni. Ó, oh, izé van, várjál a rendezett szarszórásban ezen takjon. Kezdi, rendezett szarszórásban ezen a takjon. Hát ne szó... Szörny, csapjad szét! Na mi van, most meg már nem is jön be. Hát hallod, komolyan mondom, én úgy vettem észre, hogy bekapcsoltam. Na, úgy van, mennyi. Nem kell, Szalma nem akar gyűjteni a keeper, csak idegesíti, hogy ott lesz a földön. Akkor meg már akarja hordani, nem kell, gyerekek. Egyébként be kéne raknom azt a modot, hogy az egy izének trágyázásnak megfelelne. Mert ugye, hogyha rácsapodod a földre, akkor annyi hasznod lenne. Van egy olyan mod, hogy akkor egy trágyázásnak megfelel, hogyha rácsapodod a földre. Többször nem mondom, hogy ígérem. Jó. Ja, akkor az a szitu, addig akkor nem kár volt elindítani azt a dolgot. Nem szabad pörgetni az időben az a lényeg, az meg 35%-on van már. Jó, jó a gyerekek. Még a Real mód benne van, még ameddig így küzdünk, addig benne van. Egyébként írta egy szerintem mezőgazdaságban dolgozó fiatal ember, vagy lehet, hogy idős ember, hogy nem az a baj, hogy a Real mód benne van, mert a valóságban is ugye van olyan, hogy egy ezt a nagyekét egyszerűen nem tudná elhúzni, ugye például KCH, hogyha olyan a domborzat például. Úgyhogy várjátok, itt ezzel leállunk. Hát azt amire leállhatom, ez nem egy nap. Gondolkozok egyébként, addig meginthatnám ott is az aratást. Figyeljetek, csinálhatnám, nem? Nem miért ne? De olyan szinte bele fogunk kavarodni, gyerekek, hogy meg fogtok őrülni. Egyébként tudom, hogy nem pörgetek bele az időbe, tehát itt vannak itt ilyen problémák. Lehet, hogy akkor megcsináljuk eddig itt ezt, azt meg ott hagyom. Úgyhogy ezt értettétek, mit mondok? Mert lehet, hogy még én sem egyébként. Na, srácok, lehet, hogy megindítom itt is. Figyeljetek, kéne menteni egyet, mert szerintem... mindig attól félek, hogy kifagyasztjuk a játékot, olyan szinten pörgünk, mint a trágya szórót, meg 5-6%-a van. Hoppá, beleugrok a... Na mi van? Mi van? Mi van, bazza? Innen nem akar beszállni, vagy mit csinálta? Hát mi van, le van kockorálva, ezek kombájnok? Gyerekek, oda nem akar beszállni, hát micsoda őrület. Na! Jó, hát menjen, figyeljetek, elindítom így úgy, amúgy aztán vagy valami lesz. Ezt értettétek, ugye? Na, arra gondoltam, hogy ezt elindítom így, azt meg amúgy. Na. Hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mit beszél a keeper. Szerintem így, azt utána végére ér. Csak az a baj, itt meg fog állni ez már megint, ugye? Ahogy ne fogna, nem baj, akkor majd valamit csinálunk vele, várjál. Ne ragd még le, keeper csinálja dolgokat. Egyébként ez ugye szöges ellentét a Farming Simulator 22-es sorozatunknak, úgyhogy többen írtátok, hogy az túl nyugis, hát akkor itt van ez. Szerintem ez nem annyira nyugis. Itt azért történnek az események dögive, ott meg ugye még ott voltunk, főleg a legelején bérbünk állunk. Na, ebbe be lehet szállni, mi van, ott be volt reteszelve az ajtó. Figyeljünk a izére, figyeljünk a csávóra, ugye? Az S790 szemben, mert mindjárt izé meg akar állni, oda meg is állt azt a betyárulist, be is fejezte a bókát. Na figyelj, majd a keeper itt átveszi a hatalmat. Egyébként lehet, hogy tényleg itt volt a fő céle azért rá, meg nem tudom elképzelni, hogy miért. Menjen tovább. Na, mondom, menjél tovább. Egyszerűen nem akar, érdekes, hogy itt nem akar a melós dolgozni, de nem tudom, hogy miért. Derogálja, hogy itt az éjjel, látják a TS-telepről, biztos itt dolgozott régen, aztán nem akar a főni előtt dolgozni másnál, mi? Hogy a szemed álljon meg. Na, húzzuk a másikat is, ezt meg elindítom fölfel, aztán valami csak lesz szám, gyerekek. Meg akkor ide ki kellene hozni már az ifát. Csak az a baj, ugye itt ifával hordjuk, azt meg... Figyeljetek aztán, hogyha megáll, akkor megáll a kombájn, akkor jövünk az ifába, azt Isten áldjon, közben azért tudjak valamit csinálni, nem? Ez meg talán arra indul, jó van, oké, megtörtént, és lehet, hogy az izét viszont... jó, itt az ifa is, megjöttünk. Meg közben... 84%-on van az ideál 9T. Jó, ezek meg aztán megállnak, akkor kell őket üríteni, akkor annyi baj legyen, gyerekek. Közben itten vannak fönforgások. Pont jön visszafele, ez meg nagyon mázli van. Mellé állunk, aztán hadd ürítsük ki. 89%-on van, úgyhogy ez pont ideál.
pont ideális az ideálnak az üritése, ugye? Oda néz, 92%-on a gyerekek, azért ezt most megcsíptük, úgy érzem, ugye? Meg ennek a földnek is ugye le kéne szegni a végét, szépen megcsinálni mindent, mert vannak bajok, meg lesznek is. Hát gyerekek, ezt itt nagyon eltaláltuk. Jó, hát ez jó, csodálatos. Várjátok, valamit, várj, itt a gázpedáló. Működik itt a izébe is, ebben a 19-ben is, pont itt van a lábamnál, úgyhogy ezzel tudok adagolni. Mondom, tudok adagolni gázt. Aztán erre meg nem. Na. Így. Nem kell ideje, nem kell tempomatoznom. Lefelé azért megíramodott a verda. Na jó, van ezt, felejtsük el ezt a gázpedált, pont a bal lábamnál van, az balra kell nyomnom a gázt, az így nem nagyon akar kausár lenni. Meg kell nézni másik kettőgépet, mit csinálnak, mert úgy látom már megint megállt egy. Valószínűleg meg kiért ugye a keresztbe. Az 2%, 1% is találja, jó van, akkor meg kellene nézni mi van, mi a szituáció. Gyerekek, hallod itt ezt kontrollálni, itt mindent, meg őrülsz. Na ez itt elfeledkezett magáról. Learatom a végét, aztán mehet fölfele. Úgyhogy nincsen semmi, no problémó van. Ugye most ezen nem valami nagy hozam lesz, mármint nem lesz annyira rossz talán, de nem lesz tökéletes. Ki is jöhették az ifával szerintem, ugye gyerekek, jó gondolom. Egyébként mi az a csikok, amit ott hagyott, vagy csak azt mutassa? Hogy ilyen csikokat hagyott benne, oda nézni. Hát érdekes vagy testvérem. Na, figyelj, leüldítem ezt, mert ez közelebb van. Bemaradt egy kis búza, és akkor be kellene hordani minden egyébe. Szerintem ugye most akkor meg fogjuk tölteni az összeset így. Figyelj, Éva, mi történt itt. Itt valószínű, hogy rosszul indítottam meg, aztán itt volt ilyen hupa. Ja, minden egyet telehordjuk, gyerekek, akkor ma ez a projekt meg lesz. Figyeljetek, izé kell erre viszont. Sorskártyát meg is csinálom, gyerekek, mert elfeledkezik róla a képer, jó? Még mindig ott van az otyás kép. Jó, ezt nem izéljük, nem. Összekeverjük. Egyébként itt meg tudjátok nézni a visszamenőleg ugye a sorskártyát, pusztít az állatok között, nem volt gyomírtó a boltba, tiszta úrva rendes ünnepnapban. Úgyhogy valaki írta, hogy itt trükközik a keeper a sorskártyákkal régebben, hát nem trükközik, vissza is lehet nézni, hogy melyik volt. Na! Ugye 1-0-val többet írunk, hogyha a szám jön ki. Nem mondod! Ó, hogy azt a... bánatos... nem... ilyenkor aztán próbálja meg nem csúnyán beszélni, ez meg közben learatja a félvilágot. Ó, hát nem keresztetettem sineket, hallod? Már megint megzumisztotta magát olyan szinten a keeper, hallod, hogy azt elbízod el. Hát komolyan mondom, ez mindig kiú... hogy lehet, hogy ezt mindig kiúzom, és ezt annyira utálom, mert tele van sinnel ez az egész mapa. Jövően jó, vagy jövök, nem kell itt villogtatni, vagy mi volt ez? Tükröződött rajta a fény, vagy mi történt? Ha? Sanyi, hát van baj! Ez nem vagyok hát boldog, megmondom őszintén, de tényleg. Jó, most nem annyira tellerek a kombájnak. Ugye szóra hozom a gyomosodás miatt. Egyébként Demon Hill írta ugye, hogy gyomlálni lehet, tehát nem akartam gyomlálod venni, ott rohadjon meg. Nem ér annyit az egész. De egyébként tök jól vettük meg szerintem azt a főüdeket, ugye tudod melyikre gondolok. Mert figyeljetek, az összesbe hord a keeper. Várjál már, a dobozokat, a izéket még nem hordtam vissza, a ládákat. Szóval a tikok azok tojnak. Ja, de nem tojnak a tikok, mert ugye izé van, nincs semmi problém. Hát izé van, nem pörgetünk az időbe most. Most egyébként, ja, most eléggé idő, már nem nagyon fog bejönni bevétel, mert nem lesz pörgetve az időbe. Ugye nincsenek benne a ládák, még mindig ott vannak, hát ugye annyi van. Itt majd rendet rakok szerintem gameplay-en kívül, meg behordok legalább 6 ládát, vagy 5 raklapot darabonként, aztán akkor az jó lesz. Na nézzük meg, hogy az ideál az 53%-on van, az jó. Itt meg ugye a John Deere az már meg kellett. Oh yeah, megjött az ifás csávó. Na,
Nem olyan kicsi az a föld, figyelj, meg a másikról akkor az Árpát áthozzuk ide, viszont kellene egy csiló, azért, hogy ugye le tudja rakni majd. Jó van, itt aztán megint merjük el, mert a pénzt mind az istenjére. Takaríts be 100 hektár, jókor aratás. Most takarítottunk be még csak 100 hektárt. Ha nem valami előre adott állapotban vagyunk, de vagy lesz az még jobb is. Na. Oh yeah. Jó, hát ezt be is viszem. Ma izére figyeljünk az ideárra. Gyerekek, három kombáj két különböző földön. Úgy tudom egyébként óra kellene még nagyobb, még nagy kombáj, de majd veszünk, jó? Ugye azt akarom csinálni, akkor mind öt darab... rendben... Vigyázzatok, dobbiz egy bombázásban. Öt darab raklap lesz csirkeulanként, most ugye telehordjuk őket búzával. Időpörgetés lesz majd, hogyha el lesz ez is vedve, meg ott is minden el lesz vedve. Na, a kabinban gyomba le volt húzva az ablak. Időpörgetés lesz ezzel, és akkor meg fog az történni, hogy a tojásokból jön megint egy ilyen 2 millió, meg még ráadásul majd, gyerekek, ez az itt helyett is egyébként kéne már valami, mert olyan lassan megyünk be, ilyenkor már ott kéne lennünk, és ugye emiatt is például tök lassú vagy, és nem tudod, no, menjél már a testvérem az úrba. Jaj, ez helyett kell valami jó billencs. Gyerekek, az ifát is le kéne selejtezni egyébként. Egy nagy kapacitású billencs lenne jó ide, nem? Én úgy gondolom, gyerekek. Úgy gondolom. Jó van egyébként ez az aratást, ezt már így kitaláltuk nagyjából, hogy ez hogy működik. Szerintem tök korrektül csináljuk. Ez helyett az ifáját baza mindjárt nézek valamit, de szerintem nincsen semmi se. Mondjuk van izé, van ural, gyerekek. Van ural. Van nagy ural. Platós ural. Meg kellene nézni. Úgyis... Úgyis van ugye, itt is már ugye uralt használunk, csak az... Ja, az nem is itt van, úristen. Na. Ne felejtsük el, gyerekek, hogy melyiket töltöttük, jó? Hé, álljál meg! De ugye mindenképpen tele fogjuk pakolni az összeset. Na figyeljetek, izért kell egy nagy izért, valami terrautót, mert ettől vadulok meg egyébként, és akkor azt meg eladnám tökbe. Valami jó modoltat. Na jó, erős, és az uralok között voltak ilyen nagyon erős. Beszéltük ugye a Kamaszt is, de egyébként ezek nem jók ezek a modok, ez valami 15-ből áthozott modok, és ilyen rettenetesen nem jó működnek. Figyelj, van Kraz! 18.600 literes, de hol volt az uralunk? Itt voltak az uralok-e? Aha. Ez hány literes, sem ennyi, vagy mi van? Íííí, testvére az úrba. Ez hány liter? Hogy ez ilyen bála hordónak számít, vagy minek? Mert nincs liter, hogy legalábbis én vagyok vak. Nincsen liter megadva. Attól egy kicsit fél a képer. Ja, ezek a ezek kamazok, azok nem jók ám. Tényleg nem jók. Az uralnál megvan adva a liter? Az uralnál nincs megadva a liter. A kamaznál megvolt. Egyébként nem túl nagy az a kamaznak a ideje, tártája. Mert 65 ezerbe kerül. Az igen, gyerekek. Az igen, 18.600 liter. Nincsen más, izé, várjál, milyen 420-as Jams motort bele tudod rakni, azért ezzel lehet pörögni, gyereket. Valószínűleg, hogy, és tudom, hogy a keki szín az nagyon megy, kerékszín az, keki szín az nagyon megy, de én valahogy átkonfigurálnám, ez most izé legyen, ilyen. Hát ahogy, Barbie ural, gyerekek, a Barbie ural. Milyen ural, Cross? Nem tudom, milyen legyen most, ez bele vagyok idejéve. Pere. Mondjuk az lehetne keki. És a felni szín, az felni szín meg legyen fekete, az ilyen nagyon morcosan néz ki. Jó, tervezés mi default. Le lehet kapni róla izét, az nem kell nekünk, kerékbeállítás. Maradjon az offroad. Ez jó lesz, ezek a kerekek, oké. Okay. És a nagy motorral vesszük természetesen, vásáros 77 ezer, aztán akkor ezzel szerintem, hogy kicsit pörgősebben fogjuk megoldani. Az ifa az marad, mert igazából nem érdemes nagyon eladnunk, majd még kialakul, hogy mi lesz vele. Na gyerekek! Ez ugye ezek a módok, ezek tök jól néznek ki, az ural is, meg ez a kraz is. Na, ezzel azért, és hátrafele ürít, tök jó.
Na gyerekek, ezzel lehet hordani azt a betyár, hát egy kicsit. Igen, az ideális megtelt, viszont most ezt a kettőt ki akarom üríteni, hogy itt menjen a munka. Na úgy gyerekek, ez szerint azt a betyár. Azt a srácok, azt a betyár. Na, ez már ideje volt egyébként, nem? Sőt, most már biztos vagyok benne, gyerekek, most már biztos vagyok benne, hogy... hogy ez megy a hasztú, gyerekek, jó? Ugye mindig ugrassatok ide-vissza, és ugye így adjátok el a dolgokat, mert így többet kaptok érte. Úgyhogy aki nem vágja, esetleg új ember van a sorozatban, akkor próbálok információ morzsákat így elhinteni. Hát, hogyha vannak, ugye nem mindenki vérprofi, mint ahogy te vagy a sorozatban. Úgy, pont ideális, ahol is pont megindultunk. Oda nézzetek, gyerekek! Ez mennyivel fogja vinni a lárut befelé? Gyorsulunk, 40. És egyből megyek a kombájnhoz. Gyerekek, 45, azért nem mindegy, hogy 15 vagy 45, érted, vagy 50. Ó, ez nagyon kellett, ez nagyon tetszik, ez a billencs. És igazából nem is csites, 18.000 liter, az ideálisnak mondható. Mármint az ilyen nem ideálisnak mondható, lehetne nagyobb is, csak az, hogy nem tűnik csitesnek. Egyébként gyönyörűen néz ki, azt a vetjár, gyerekek. Ez jól néz ki. Ez tetszik, szép. Szép, gyerekek. Még akkor mindig azon gondolkozok, hogy milyen címet adjak, mert mindig így alakul ki ugye videó közben. Gyerekek, ezt beöntsem az összeset egynek? Igazából szerintem beönthetem. Na úgyis behozunk még föntről, és ez bőven elég lesz minden egyébe. Úgyhogy minden egyébe öntöm be nyílre, jó? Hátrafele imádom, nagyon jó, tök jó. Át kellene ugranunk, ugye? Ide hozzá. És kéne üríteni, ugye? Az a mennyit learatott már testvéreim az úrba. Hát nem valami nagy hozam van-e. Mondjuk 17.000 liter, ugye? Ugye ezért jó az ideál, mert 17.100 liter belefér. Ugye minél nagyobb. Úgyhogy érdemes ide mindenképpen ezeket a nagy kombájnokat fogom venni. A legnagyobbat, tényleg nem tökölünk kicsivel. És akkor mindjárt odébb rakom, ugye, arra a részre is, azt is arassal meg a felsőt, és lehet, hogy annyit belepörgetek az időbe. Igaz, hogy akkor egy kicsit nem egyszerre fognak beérni a dolgok, de hát annyi baj legyen. Azért olyan sokat nem bukunk. Jó, akkor ezt, hogyha megtörtént, megyünk vissza a crossra, gyerekek. Na hát itt van azért pörgős gameplay. Nyomunk egy bent, és nehogy valami gond legyen. Egyébként itt látjátok mindig a menüben, hogy nem változtatok semmit, minden átlagos, meg minden úgy nagyjából úgy van beállítva, hogy default kell lennie. Ja, egy kicsi FPS drop van, amikor itt már nagyon pörgünk. Ez is ugratni fog itt? Azt a testvérem az úrba, bazza! Ajaj. Jó, hát ez volt a realisztikus része, mi? Jó. A CR-10 az meg is tellett, mehetünk is, már villog, mind az Isten gyila. Ez nem volt a legrealisztikusabb, tudom egyébként, de hát ez van, gyerekek. Jó. Jó, vettük meg azt a földet, tök jó lesz. Gyorsan, üritsé. Közben mi történik a másik földön, ránézek. Ott az vissza fog fordulni, át fogom rakni ide, pattogjon be ott is. Közben majd kellene, addig nem akarom elindítani ezt, akkor már egybe fogjuk vetni az összeset. Igen. Jó, és akkor ugye itt le fogom felezni, ezt a részét el fogom tüntetni, csak arassuk le. És akkor úgy lesz, hogy ez egybe lesz egy ilyen hatalmas nagy föld. Az egész mapot átívelő dolog. Jó. Na, meg is van az ürítés. Mehetünk a következőhöz. Itt be is tudok menni. Óvatosan, azt a betyár. Viszont ez a cross az jó döntés volt, ezt már most érzem. De már lehet, hogy itt nem fogunk átférni. Nagy gáz átmegy, mi? Jó, átmegy. Jöhetünk ide.
sorba ugye öntögetjük be nekik. Jó, ez a Cross az nagyon jó döntés volt. Hát az ifát sajnos le kellett váltanunk. Aki kedvelte, annak so sorry. És mindjárt megtellik a izé is. A John Deere. Mehetünk oda is. Jó, hát na, ezzel azért pörgősebben lehet csinálni. Jó, marad benne egy kicsi, annyi baj legyen. Már nyomjuk is neki. Kicsit finomabban leérni itt. Íbaze! Megy ám az aratás keményen. Jó, és odébb kellene rakni, át kellene, gyerekek, mennyi minden dolgom van, de se tudtam hirtelen mit mondjak. De egyébként egész szépen arattak, látod? Nem mondják ki. Ugye nagy gépeknél jobb, mert azért nagyobbat is húzol le az elején, utána nem kell annyira aggódni, hogy addig kimenjen a, teljesen a széleig. Üritse testvérem, álljál meg, addig légy szíves. Egyébként érdekes, hogy ezek a gépek, ezek megállnak. Ugye a modern gépek azt csinálják, hogy födökig bazza végig a crosst is, nem szórakoznak, gyerekek. Á, ez nagyon jó lett, ez tetszik. Ez ilyen indexképnek való, de úgyis elfelejtem kivágni. 20%, 19%. Jó. 2, 1, mehetünk is. Ez, ez nagyon kellett ide van. Ez nagyon kellett ide van, tök ideális az a gép. Ez pont jó. Azok mit csinál? Ugye nem tolalt visszafele. Lehet, hogy elkezdett tolatni. Nem. Ugye jön szembe? Jön szembe. Mit csinál bazzá? Várjátok, ott ránézek, ez mit csinál, mert érdekes dolgokat művel szerintem ez a csávó, nem? Jön szembe. Messziről nem úgy nézett ki. Na, fölmegyünk, öntjük a következőbe. Föl lesz törve az összes, akkor ugye utolértük magunkat, onnan már azért elég sok lesz. Meg a sílóba ide hordunk, mert rakunk ide egy sílót, hogy akkor legyen. Melyiknél tartottunk? Ebbe var. Tök jó már látni, hogy ott van, ott a fedél alatt, hogyha föl van nyitva, akkor belelátsz, aztán látod, hogy egyáltalán van-e benne valamennyi, vagy nincs. Jó, itt megyünk közbe le. Oda, és akkor ugye ezzel mehetek át oda, azt a kombányt meg át kell raknom. Tök jó. Hát itt mindenképp ekkora földön majd úgy kell csinálni, hogy átrakókocsi kell, meg kell átrakókocsikkal kell hordani ugye a semi-trailerbe az árut. Gyors gépekkel egyébként, akkor cross lehet, hogy ide is be fog ugrani. De ide legalább kettő cross kell, hát hallod? Nem? Most innen elérni a föld másik végére, ez egy izé lesz, tortúra lenne, érted? Ha mondjuk az egyik kombájn ott telik, meg itt, a másik meg itt majd, akkor mit csinálok? Vagy pedig akkor úgy kell csinálni, hogy lerakni az egyik végére, és akkor a trailert, és akkor a kombájnból instant ürítesz. Na gyerekek, akkor itt meg is állhatunk, oda milyen izé, milyen emelkedő van itt a végén. Ezt itt a keeper lehúzza, aztán mehetünk tovább. Csak egy. Ugye én ezt itt lehúzom, itt ugye valószínű megint itt ezek a fák látjátok, amik problémát okoznak, azt a keeper majd kicsapja, nem lesz bele semmi problém. Azt a figyelj, hallod, most nézd ide, itt egy föld, ott van még egy, és ott a legtávolabb, ami épp hogy látszik, az ott még egy föld. Ilyen hallod, full map szélességű földet hallod, és össze se kell nagyon szántanom, tényleg majdnem tökéletes. Várjátok, ezt tudod mit, ezt ne kéne ürítenem, aztán akkor nem kéne itt idején binkódni vele. Mármint később tellere meg, na arra gondoltam. Egyébként ezek a kombájnok azért már tudnak dolgozni, nem? Hallod, milyen gyorsan aratnak. Nézzük a másikat, a CR10-es, tehát a New Holland, az 80%-on van, úgyhogy amint ezt leraktam, már menni kell, hogy ürítsem. Nyomjad neki. Oké. Indulunk. Aztán megindítom, akkor ezt is lefaragja ezt a részt.
Most tudom, nagy alok, hogy lehet, hogy meg kéne húznom itt a tetejét, mert úgyis probléma lesz. Gyorsan leürítjük a CRT-let, aztán akkor utána jövünk vissza. Meglátjuk, hogy mi történik. Éj, de nem jó! Szedted alá a testvére, azt hittem kimész teljesen. De egyből kitekerte a kormány. Na, mehetsz barátom. Ugye akkor lehúzom ezt a felét, hogy legyen okés. A CR10-es 96%-on van, le is vagyunk maradva, mint a borra való. De szerencsére itt van szembe. 99%! Jövök testvérem! 100% gyerekek, azért most ezt nagyon odaértünk. Úgy, ez üríthet, azt itt is hagyjuk. A másik, az 79%-on van, oké, semmi gond. Viszont itt arra át kell lézni majd, ne felejtsük el, hogy... Az kellene, hogy ezt megindítom arra. Az a baj, hogy nincs beérve teljesen. Jó, gyerekek, ezt hagyjuk, hát hogyha megfordul, ugye nem beér területet, ezt megcsinálja. Megyünk át vissza. Ide. És itt még ürit, látod? Ezt ki van itt találva? És most van 80%-on ő nagysága. Akkor átmegyek, aztán leszedem tőle a felesleget, és akkor utána jöhetünk vissza. Ide beállunk mellé, okosba. Jó, gyerekek, tökéletes, ugye a vetőket meg kell itt is indítani majd, meg akkor egyszerre legyen levedve az a nagyföld is, össze lesz szánva, és akkor a vetésforgók azok egyszerre érjenek be, hogy egyszerre tudják pörgetni, ne az legyen, hogy így minden egyet külön kell kontrollálni, hanem ugye egyszerre lesznek. Na, pont megtellett, bazza. Ó, te fiú. Pedig siettem, mint az istennyire. Jó, mennyi addig, azt majd jövök vissza, érted? Jövök üríteni testvérem. Az meg valószínű, hogy ez nagyon kiért ott. Hú, gyerekek, várj egy pillanat. Igen, mert pont úgy jött ki neki a lépés. Pont úgy jött ki neki a lépés, ugye itt nem tud visszafordulni, mert úgy érzékelni, hogy végzett. Azt a gyerekek! Ez dől a kanyarba, mint a Simpson, mare! Ez mehetsz tovább, Dezső. Jó gyerekek, azért itt meg kell pörgetni, rá kell feküdni, meg ott kell lenni agyba is nagyon, hogy melyiket, mikor, hogyan, hogy üríted. Az ideál, az vágja az árpát, nem, most fordult, jó van. Azt nézem, hogyha milyen sebességgel most megy 10-zel. Most volt a fordulója, mindjárt ránézünk, hogy mit csinál. Csak itt kiürítgetek mindent. Ránézünk arra, hogy esetleg melyikben van egyáltalán nincs. Hogy melyikben van egyáltalán nincs. Van ilyen szó, ilyen mondat nem is létezik, te Jézus Mári, na. Oké. Okay. Jó, hát ugye ez itt most keresztbe hosszában, vagy túl sok fordulóval megy. Hát, mindjárt azt csináljuk, hogy... megindítom hosszába. Csak az a baj, hogy meg tele van, járjátok gyerekek. Tele van a Johnny, tudod? Ez meg közben pont kiürített. Hát itt nagyon ott kell lenni fejbe gyerekek, hogy mindent tudják kontrollálni. Jó, mert az visszafordul az ideál. Igen, most telt meg a John Deere. Visszafordul az ideál, leürítjük és megindítjuk hosszába, meg a fákat ki kell vágni az útjába alul. Azt se felejtsük el, ezzel ideálunk, azt már megyünk ki is, srácok. Ennyi volt. Oké. Okay. Ő mennyi van? Jó, ő 44%-on van, már megyünk is le. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy át is veszem itt ettől. Ne tökörészünk annyit. Megindítom lefele. Lehet, hogy ürítést azt el is hagyom, mert még van benne 10.000 hely, körülbelül, vagy 9.000. Inkább pörögjenek az események. Közben bal oldalt fölnézzük, 20%, 15%, 14, 10, 9, 8, 7, 2, 1. Oké, okay. Mehetünk vissza. Pont leürített. Úgy. A CR-ben van 500%, vagy 50%,
a New Hollandba, az belé beállunk, és azt még ide be tudja üríteni nagyjából, és szerintem akkor ezek elvégeznek ezen a földön már. Mármint ugye nem kell még egyszer leüríteni őket, be tudják vinni. Maximum egyszer, a kettőt. Mert ugye ebben nem fog beleférni az egész, úgyhogy lehet, hogy jönnöm kell még egyszer. Mondjuk nem sok van már vissza, kettő húzás körülbelül. Jó van, tesó. Marad benne 33%, a másikban 22 kb. Egyszerre fognak telni. Az ideál 60%-omban lehet, hogy ott a fáks rész alul nem fog neki jót tenni. Azt ki akartam vágni, csak ez fontosabb volt, hogy ne álljon meg a folyamat. Nézzük, hogy melyikben van kevés, abból öntök. Folyamatosan sosoljuk. Úgy látom, hogy minden egyiben van. Úgyhogy akkor nem, ebben nincs. Ezekben nincs, ide tolatunk. Jó, akkor menjünk le. Na, még nem ért oda le. Gyorsan, gyorsan. A fákat akarom megrendezni. Ezeket, ezek valószínűleg, hogy bajosak lesznek neki. Oké, tesó, jöhetsz, jöhetsz, nyomjad neki. Hát ez egy ilyen epic pörgős rész, de nagyon élem egyébként. Nem fogom ezeket elvinni. Lesz majd külön erdészeti rész, teljesen kifogjuk maxolni az erdészeti dolgokat is, szóval ne aggódjatok, de most ez nem arról fog szólni, itt a fákat kivágom ennek a földnek a szélébe, mert ne zavarja a merósomat. Ó, középen áll be, jó van, hogy visszatolatsz? Gyere, tolass vissza, ki vannak vágva a fák, testvére. Gyere még! Sanyi! Hát az anyád úristen! Lehet, hogy ezt a fát még ki kell volna legelőször neki vágnom. Mindegy, majd legközelebb már na, jó lesz a csávónak. Ezt a kettőt még kicsapom. Ugye ezek nem kerülnek, ezek az én fáim. Úgyhogy no problém. Csak én nekem ne legyen itt a föld szélébe. Figyeljetek meg! Megveszel egy földet, gazda, majd nem, ki fogják vágni a fákat. Egyébként ez a tipikus, ugye az nagy probléma, hogy a ilyen erdősávokat, ilyen földszél ilyen erdősávokat kicsapkodnak, mint a szart a gazdák, és ugye utána meg az a, nagyon könnyen ugye átfúj rajta szél, szárítja a földeket, nem tesz jót az egésznek, de ugye mindent kivágnak, hogy minél nagyobb legyen. És az ilyen, tényleg az ilyen erdősávok, ilyen szántóföld mellett lévő erdősávok, azok úgy tűnnek el, mint a szar. Na, ne rötyögjön a fűrész, menjünk erre tovább. 77%, 90%-on van az ideál. Akkor kellene nekünk egy ideális. Ideális. Ürítés. És az a baj, hogy nem fog beleférni az egész. Úgyhogy el is kell mennem innen. Csak üríteni kellene ott is. CR-t leginkább. Ezt most tudom, hogy nagyon szarul állok ide, de... megoldom. Megoldja a Keeper, muszáj, mert üríteni kell, meg nem lett volna időm megfordulni. Na! És akkor igen, az a baj, a másik földön is tellenek, 87%-on vagy 85%-on vannak. Na most egyelőre ezt kiürítjük. Azt utána megindítjuk tovább, át is kell mennem. Azt nézem, mind a kettő fordult körülbelül, hogy mi történik a másik földön. A másik földön jó lett volna, hogyha... jó lenne volna, hogyha befért volna, beléjük fért volna, de úgy látom, hogy pont nem fér beléjük. Na, itt ez meg maximummal úgy látom. Jó. Mehetsz, tesó, megnézzük a másik földet nagyon gyorsan. Aha, jó van, úgy látom, hogy egyébként, hát nem a legtökéletesebb a szitu. De körülbelül igaz, hogy
Mi az, hogy megteltek, vagy azt a betyár, mibe akadtunk el? Éppen nem teltük meg, mármint, hogy érted, mire gondolok, hogy összeakadtak. Kávé jó szal voltam ki, de mindjárt leürítjük az egyiket, aztán a másikat akkor megengedjük neki, hogy menjen végig. Aztán áthozzuk ide a gavorát, kell velem menni valami sílót, vagy amit be tudom menteni. Ja, mind a kettőnek el kell menni, úgy látom, úgyhogy félig leürítem mind a kettőt, és az lesz. Gyere, bazze, gyere, enged. Félig leürítjük mind a kettőt, azt utána elrakjuk egymás útjából őket. És az úgy jó lesz nekünk, gyerekek. Az úgy jó lesz nekünk. 18.000 liter ebből ez menjen el körülbelül. Jó, gyerekek, elég is lesz. Nem is kell olyan sok. Mert ugye elég lesz neki. Hát jó, itt be vannak keveredve most, ugye akadályozza a munkát. Jó, hagyd abba a limbointózást, hidrolicska csöveket tönkreteszed. Rángatod az egész gépet, gyerek, hát mit csinálsz? Ember! Gyerekek, mit csinálnak ezek? Na jó, oké. Nézzük, az ideál az arat. Csak már 48%-omban nem fogok visszaérni hozzá, de hát jó van, ennyi baj legyen. Ezen a kettő földön egyébként marad ez a kettő kombány, viszont a másik földökre az mindenképp azokat az ideálokat fogom venni. Minek nevezik, nem tudom pontosan. Na jó, ezzel ugye félreállok, aztán majd mindjárt az egyiknek átveszem az irányítását, ne rángassa itt, mint az őrült. Na várja. Itt így. Úgy, azt mehetsz, haver. Úgy, na, nyomjad neki. Na, férjél már, vagy ennyi van, vagy valami legyen. Ja. Csapjuk neki. Most itt ne ugrassak így, már itt át tudok ülni. Oké, és azok ugye nem számít, hogy mennyi vannak, majd be tudnak járni, azt leürítem őket, csak most ugye egyáltalán valami objektum meg akadályozza nekünk valami csodát. Ja, az mindig írogatja, G-munkást objektum akadályoz. És ez komoly? Mi akadályozza? Hát megy. Ó, testvérem, mit művelsz? Jó, nem is nézem inkább szerintem. Őt meg ki kell venni, mert elkezd tolatni. Jó, be is hozom. Nyitott csőbe beállunk olyan helyre, ahol tudjuk majd utána üríteni. És akkor át kellene hozni azt a nyerges pótot. Ide állunk be, ugye egy szokott helyünkre. Csak úgy, hogy arra beférjen a kraz. A kis rácok. Másikat is be kellene hoznom, nem? Mert igazából nem azzal kéne foglalkoznom. Nem fogom tudni mindjárt üríteni a gépet. Tudjátok, meg kéne megnézni, hogy a kraz után tudunk-e izét? A krazon van egy csatoló felület, hátsó. Mert akkor le tudnánk ugrani a krazzal, le tudnánk hozni azt a nagy pautot. Mindjárt gyorsabban ideérnénk, ugye? Meg ugye a crossba is akkor tudna üríteni az ideál, ami sajnos 76%-on van megint, úgyhogy nagyon gyorsnak kéne lenni. A crossban le kéne pörgetnünk magunkat oda. Megnézzük, van-e rajta hátsó satoló, hogyha van rajta, akkor le tudja húzni a nagy pohótot is. Tehát akkor egy ütéssel mind a kettőn, egy csapással két legyet fogunk ütni. Hogy mondják ezt, hogy egy ütéssel két legyet csapunk, vagy nem tudom, bárna. Érted, mire gondolok. Ezt itt is hagyom, egyelőre várjuk meg. Egyen a tökéletes helyen van, ott idővel kellene szembe szállni, rohadni. 85%-on van az ideál. Azt kellene elcsípni, hogy ne kelljen neki nagyon sokat várni. Ezt ide bele öntöm. Aztán nézzük a crossnak körülbelül. Hát biztos van hátsó csatolója, hogy ne lenne. Ugye meglátom. Várjál. Van neki, lemegyünk ezzel. Gyorsan, 90% az ideál. Mint az villám, gyerekek, mint a villám megyünk, jó? Na gyorsan, gyorsan. Nem fér bele az a tipik? Vagy mi van? Vagy én mozgattam ki, én voltam a hülye. 93%. Na, most aztán nagyon megindulunk allad. 93%, de lehet, hogy pont fordul. Ahogy látom, úgyhogy van annyi időnk. Na gyerekek, most meghúzzuk. Hogy érjünk oda minél előbb. 94%-on van.
Virtuális tábla a rohadt életbe. Komolyan mondom, hogy ez borít engem meg legjobban ebben a játékban, hogy nem tudják valami olyan objectnek csinálni, hogy ki lehessen törni. Mondjuk nem ezen buktuk el az egészet, de baromira idegesítőek ezek a tábla. Értem, a betonoszlopot nem visszük ki, de ezt a betonoszlopot is csokorba szedni. Az fölköszönteni a trafóházat ez a gép. A csokorba szedett betonoszlopokkal. Ezt teljesen tudjátok képzelni, aki nem láttok ilyet élőben, mindenképp keressetek rá YouTube-on valamit róla, de, mert ez akkora ez a gép, gyerekek, hogy azt el nem tudjátok képzelni. Na, itt egy S-kanyar. Para jelenség. Ez az a föld egyébként. Nem, ez az a föld, úristen! Egyel odébb! Gyerekek, Allor! Ez nagyon durva! Hát én nem lassítok! Baza, ez a föld, ez mekkora, te Jézus Mária! Itt azért vannak nagy földek, Allor, ilyen izéig, 3 percig bézéig rajt. Na, akkor arra gondoltam, hogy ezzel ürítjük, ebbe belefér az egész. És akkor megpróbáljuk elhúzni ezzel a nagyot is. Megjöttem, bocs, késtem. Ebbe pont belefér az egész egyébként, ezt erre tervezték komolyan. Árpa. A tyúkoknak egyébként be lehet önteni, nem gond, bármint így össze lehet keverni, semmi problém. Ez megint egy pörgős rész, megint egy produktív rész. Egyébként nagyon produktívok vagyunk újabban, mert ugye nagy gépeink vannak, meg nagy minden eszközünk. Ez a cross, az nagyon bírom, ezt nagyon, én nagyon szeretem. Ez egy jó választás volt. Ez a jó, az ural, meg ez a cross, ez a kettő, ez nagyon adja. Na, meg is vagyunk. Elvisszük azt a nagy pautot. Figyeljetek, ide is kell mindenképp egy ilyen kár, hogy átrakókocsi is nincsen, vagy átrakó felépítményes. Az lenne az igazi. Indítsd rá a motort, indítsd rá a motort! Na. Hol vagyok? Hát remélem, hogy a hátsó csatoló az working right. Várja, nem fog működni, mert izé. Mert ugye ez más. A Dollin izé van, ez a kúpos, ez a golyóra ülő. Ó, te fiú! Akkor jó, megszivattam magam. Akkor el kell vinnem azzal. A baj, mindenképpen kell vinni a nagyot is. Follow me mode, gyerekek! Most ki tudjuk próbálni a follow me módot. Nem tudom, hogy működik, de mindjárt megnézzük. Ezt még le akarom üríteni, hogy akkor minél több tovább tudjon menni szerencsétlennyel. 18%-on van, még ebbe fér egy kicsi. Mi meg menjünk 100%-kal. Jó, és akkor most 11-re leürítettük. Itt a föld szélével szegény nem tud mit kezdeni. Most kipróbálom ezt a follow me módot. Follow me aktiválja Ctrl, jobb Ctrl F. Na, erre kíváncsi leszek, hogy fog ez működni. Na, gyerekek, még a végén jó, hogy pont jókor raktam be ezt a follow me módot. Ez tök jó, mert gondolom, ha megszokod, akkor azért tök jó tudod használni. Na, gyerekek, akkor... Mindjárt. És ezt megpróbálok, oda kell hozzáállnom, vagy hogy működik ez. Mennyire kell közel? Ctrl F. Jobb Ctrl F. Jobb Ctrl? Jobb Ctrl F. Mi van? Menj mi? Menj közelebb a követendő járműhöz. Aha. Mi a franc? Ja, jön. Gyere, barátom.
Nyomjad neki testvérem, hát nem megy olyan, vagy mi van? Az milyen? Most, hogy én elszakadnék tőle nagyon messze, akkor így nem tudna követni? Jó van. Meg cifrázom egy kicsit. Ugyanott fog fordulni, ahol én. És ez, le is maradhat? Amint, hogy én elmegyek valahova, nyilgáz van, akkor ugye el fog jönni utána? Kíváncsi vagyok. Hát jó van, figyelj. Majd odaér, nem? Odaér? Ez érdekes lesz. Hát jó van, figyelj, majd jön. Nem? Figyelj, testvérem. Küldjed neki, ne szórakozzál. Hát megyünk, mind az örület. Eljön ez bazara. 17-te. Jön ez, nem? Mindjárt bevárom egy kicsit, kíváncsi vagyok, hogy fordul. Mennyivel megy? 30-szor, 32-vel döngöl, gyerekek. Mindjárt megjelenik, hallod? Verstappen. Kanyar. Oda nézzé, testvérem, jön ez. Jó, ez figyelj, úgy jön, ahogy én, nem? Fölösleges annyira előre menne. Hoppá. Ide, ilyenkor neki megy ő is az oszlopnak, meg visszatolat? Izgalmas lesz. Nem mondod. Nem, jó van. Azt hittem, hogy ő is leutánozza a hülyét. Gyere testvó, ne szórakozzunk. Menjünk. Jó, akkor nem kell bevárnom, azt majd odaér, nem? Ó, ez a follow-me mód, ez már most tetszik. Ez eléggé hasznos dolog. Az ideál, ahhoz vissza kell mennem, úgyhogy majd találkozunk a telepen. Jön a quad track. És ilyenkor belülök, akkor átveszem az irányítást, hogy pedig követi tovább. Arra még kíváncsi lennék. Úgy gyerekek, itt jó hosszú. Várjál már, bazza, sinem nem mehettem volna át. Ó, jó, elfelejtettem, a rohadt életbe. Francessen bele ebbe a vies sorskártyába. Tök elfelejtettem. Ó, te. Sanyi, picsa... Jó van, fizetek büntetést, majd írjátok meg mennyit, jó? Nyugodtan. Ó, te rohadt élet, te ugye felejtem hallod, komolyan mondom, nem szándékosan, csak egyszerűen ilyen értelmet, ezt a sorskártyát úgy csapom ki innen, mint ezt 17-et, semmi értelme nincsen. Jó van, fizetek büntetést érte, jó van gyerekek? Na, osztom árpartitikokra. Bale, komolyan mondom. Ja, ide viszont meg lekotkodált valahol. Na, ú, ne, hát akkor most mégse lehet idejönni. És akkor ennek jó sok értelme volt. Azt hittem, hogy az akármeddig elkövet, lekopíja a útvonalmat, azt Isten áldja. Hát ez így akkor nem a legnagyobb buli volt. Istenem, ez a hülye íze és sorskártya, komolyan mondom, hogy kicsapom minden a francba ezt. Ezt körülbelül mi, ezt nem is értem meg, hogy a tökbe húzom ki minden második részbe. De tényleg, állandóan kihúzom ezt a packot. Fú, de utálom, hallod. És hogy tele van sinnel az egész, ezt nem lehet játszani normálisan tőle. Oj, de most nagyon ideges lettem. Meg azért, mert megint elfelejtettem. Hogy egy hülye sorskártya van, hogy most a vonatról jutott eszembe, hogy ott megy a vonat, te. Baze. Föttépem a sineket, komolyan mondom, mert leadom vasba mindjárt. Ez a hülye sorskártya. Ez szivatja a gépet. De fú, de hallod? Ezt nagyon nem szeretem. Utálom. Ennek meg kell egy nyerges, mert ne így húzzuk már. Meg kellenek egy ural. Ezt a traktort meg nem tudom mit csinálják vele, hát nem akarom eladni, mert még valamire jó lehet. Mert egyébként ugye a challengerek azok kellenek, de lehet, hogy eladjuk a francba egyébként, azon a gyalog.
Hogy megtartsam egyelőre, valamire jó lesz, de nem tetszik az íha. Ja, írtátok egyébként, amikor, hogy írta valaki, hogy ezt a nagy vetőt, meg ezeket a nagy eszközöket, ezeket inkább Amerikában használják, meg el van felejtve az ilyen gumiheveder, meg ilyen hülyeség, hanem fölök meg triple kereket mindenhova, azt Isten áldja. Jó ide, meg írjátok nyugodtan, hogy ideje, hogy mennyi legyen a büntetés, hogy átmentem a sineken, úgyhogy nyugodtan. Tudom én, persze azért nem milliókat, mert gondolom millió eurókat, ilyen 400 millió forintokat nem kell fizetni azért, mert azt néz a sinen, de nyugodtan írjatok, jó? Aztán akkor úgy lesz, de... Meg ezt kicsapom, ezt a sorskeretet, tehát ennél idegesítőbb hülyeség nincsen, ahogy kitalálhattam, bau. Na, ide meg kellene egy idő, kellene egy siló. Úgyhogy, várja, mentek egyet. A franc essen bele ebbe a sorskártyába, hallod? Hát olyan szinten töri meg a játékot, hogy se értelmetlen, komolyan. Ja. Kellene egy épület, silók. Valami jó nagy siló, várja, mi van? Nézzük meg, modoltban van valami értelmes, csak az a baj, ezek olyan olcsók, érted? De ez mennyi? 60 ezer liter, 120 ezer liter? Csak nekem valami nagy kéne, ezt felejtem el, mert nem köl, ilyen hülyeség. Small siló, 100 ezer literese. Úgy. Nézzük, mi van még itt. Hát nagy siló bővítés, az a baj, 100 ezer liter, érted? Ez meg annyi, hogy semennyi. Nagy gabonasíró 180 ezer. Bekerül, és 200 ezer literes. Hát lehet, hogy megkövennem ezt. Mert megőrülsz tőle, érted, hogy nem tudod hova rakni. Úgyhogy még jó, hogy van azon hely bőve azon a területen. Most hú, vagyunk, itt vagyunk. Mert lehet, hogy ezt le kell csapnom valahol a gyerekek. Meg szerintem ez azért nem ártana, nem? Jó, tudom, hogy jó, nagy, az a dolly, az tök jó helyen van, komolyan mondom. Várjál már azt. Dollyt elviszem onnan, jó? Mert megőrülök. Á, ez a, most ez nagyon felidegelt ez a sorskártya dolog. Olyan gyerekek. Jó, 180 ezerbe kerül, 180 ezerbe kerül, ennyi, ott rohadjam meg. Ide lenne milyen keeper valahol. Így aztán akkor nincsen itt a probléma, nem? 32 ezer. És akkor ki... Jézus már ilyen. Na, hát mondjuk ez azért kellett, nem? És akkor mögé mehet esetleg majd bővítés, de hát 200 ezer azért nem kevés, nem? Hunka üríteni. Aztán mondta a másik oldala. Várja, hol van ennek az ürítése? Ne hülye. Jó, mondjuk annyira nem gond, ezt a fát most megcsaphatod. Ezt a fát most megcsaphatod ki. Jó. Nem gond, hogy a másik oldalon van. Egyáltalán. Simán be lehet venni oda. Nem jön, esetleg ürítesz bele? Mi van? Ne szívassom már. Miért nem ürít bele? Gyerekek! Rá, ja, rá kell váltani. Aha, hülye volt a képer. Jó. Oké. Mert ugye az a baj, hogy ebből nem tudom kiszedni, mármint nem tudom ide átrakni, meg nem tudom üríteni a tikokhoz. Ó, az a rohadt sorskártya, komolyan mondom, hogy mindig kihúzom azt, mindig ezt a hülye izét húzom ki, és akkor olyan varítja a keeper, mint az áll. Figyeljetek, most akkor innentől meg az lesz, hogy valószínűleg, hogy fele kéne csapni az összeset, nem? Mert ugye ott még van bőven, figyeljetek, azt csinálja a keeper, telerakja az összeset. Viszont ezzel akkor vissza kéne oda osonni. Még mindig üríti? Ja nem, már nem. Kéne egy egyíves. Ja, figyeljetek, ez a KCH helyett szerintem egyébként mindjárt veszek egy izét. Egy. Mondjuk ez a KCH mire lenne jó? Nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni, ez mire lenne jó. Most tudom, nagyon gondolkozok, mert mi csinálok én ezzel? Izéket sem érdemes vele húzingálni, átrakó kocsit, vagy valami ilyesmit, mert ahhoz meg lassú, mint a tetű. A legnagyobb vetőt nem húzza el. Permetezést idejével fogjuk, dedikált géppel fogjuk csinálni. Ez a kézi olyan, hogy van egy ilyen csodálatos szobrom, ami 40-nel itt eket csalog vele.
Hát, ehhez mindenképpen nyerges kell, hogy tudjak gyorsabban közlekedni, meg ugye ez a, például ez a cross, ez például nagyon jó lenne alá, ez alá a cucc alá. Ja. Hát, egyébként ez a vasútos dolog, ez most nagyon, nagyon kiakasztott. De hát szerintem teljesen fölösleges is ezt a vasútos szart csinálni. Mármint ezt a sors kettőt, mert olyan szinten megakasztja a játéknak, hogy nincs értelme, érted? Mert most így... Most, hogyha nem... Hogyha tényleg be is tartottam volna, tényleg, de esküszöm bármire, hogy elfelejtettem. De hogyha most be is tartom, akkor meg egész gameplay az arról szól, hogy hogyan kerülgetem itt a izeiket, a vasúti sineket. Így meg legalább valami hallásra, meg valami pörgés, semmi... Ezt a sorskártyát meglátom már, és egyébként rosszul vagyok tőle. Ez a készíje, ez körülbelül tényleg semmi értelme ennek a gépnek, gyerekek sehol. Mert itt például ugye... Minek? Mindenképp még egy challenger fogok venni, úgyhogy ez a gép, ezt vissza is ugratom, és megy a háztól. Dollit lerakatom vele valahol, hát hogyha valamire még esetleg az kell, de... Figyeld, vetés után ott vannak a challengerek, azzal is tudom muzingálni a izét, Dollit, meg ezt is. Meg az átrakókocsikat is. Mert a challengerek, oké, jó, dedikált gép, meg minden, de hát, hogyha nagyon akarom, akkor leveszem róla a vetőt. És nehogy azon bújjon, érted? Hát, ez elrohadt sorskártyát, olyan szinten megszivatott gyerekek, ezt megőrülsz. És eskü, hogy elfelejtettem megint, de nyugodtan írjatok egy jó zsíros büntetést, ha akartok. Nem vagyok ellene, mert igazatok van, sorskártyát elcseszte a képer. Miattam nyugodtan írhatsz 1 millió eurót is. Kifizetem, vagy akármi. De... Írjatok büntit rá, jó? És akkor amit legtöbben írtok, azt fogom úgy beváltani, vagy ilyen átlagot vonunk, de... Jaj, ez... Akkor hülyeség. De ugye, jó, most nem akarlak lebeszélni benneteket, hogy írjatok büntetést, nyugodtan írjatok büntetést. Tényleg, eskü, nyugodtan írjátok meg a büntit, írjatok egy jó zsíros csekket, de ugye annyi, hogy akkor egy része tovább, vagy két része tovább tart a sorozat, vagy nem is, hogy tovább tart, hanem annál később fogjuk elérni a dolgokat, úgyhogy, most nem tudom, persze van értelme, mert Keeper az elcseszte, igazatok van, de nem tudom, hogy ez... Hát, ez annyira cumi volt, te Isten! Ekkora hülyeséget. Na jó, van itt meg már lassan egyébként, szerintem bele kellene pörgetnem majd az időbe. Nem szívesen teszem, de muszáj lesz. Várjátok, a tyúkokat meg kéne nézni, mert ott a tyúkoknál... A tyúkokat el kellene egy kicsit rendezni. Ó, itt van 2005. Vannak még 0 literes tyúkólak? Hát azt nem is gondoltam. Meg megint az van, hogy valamelyikben 20.000 liter van, valamelyikben még 0. Melyik a nulla literes? Hát ja, a vége fele volt ott még. Na mindegy, a tyúkólakat kell egyébként szerintem megoldani. Ennek meg lehet, hogy így be is fordulok elé. Hogy ez ne is menjen tovább, mondjuk ennyire, mert ugye kikapcsolhatnám a gépi melós, de... Az a baj, hogy annyira rá kell állni. Álljál meg! Álljál meg! Igen. Itt majd úgyis beérítés lesz, jó gyerekek? Úgyhogy ez így marad. Úgyhogy nem is kellett annyira sietnünk. Annyi, hogy a tíkokat kéne megnézni, ezt megjelöljük helyen. És a tyúkoknál egy kicsit rendezkedek, jó? Jó, le van aradva, 5 frankó. És itt kellene egy kicsit rendezkedni, hogy... Meg ugye abból kiordani a cuccot. Jó, oké, nyugodtan egyébként tényleg írjátok meg, hogyha legyen bünti, de ezt a sorskártyát ezt ki fogom csapni, mert ez igazából egy ilyen nagyon idegesítő szar. Itt is van egyébként szerintem, ezek mind ilyen üresek még, látod? Itt a hátsó fertályba kell hordani. Úgyhogy ide kell. Gameplayen kívül meg az lesz, hogy a Keeper meg fogja oldani, hogy itt rendet rak, jó? Minden egyiben legyen 5 raklap. És ezeket a dobozokat is összeszórom, hogy ne legyen itt ilyen kavalkát, mert ma rendetlenség van itt a tyúkol környéken. Egyébként tök jó, mert a tyúkolnál nincsen gaj, meg nincsen semmi, amit el kell oldanod, nem kell tisztítani az aljukat. Szerintem a tyúkol
Igaz, a szarvasmarha tartást nem próbáltuk még, de ugye fogjuk csinálni. De én úgy érzem, van egy olyan sandagyarom, hogy a tyúkok tartása a legjövedelmezőbb, ha abból szempontból nézzük, hogy... Ha olyan szempontból nézzük az egészet, hogy mennyit kell velük foglalkozni, mert igazából ezeknek beöntött a búzát, azt Isten áldja, érted? Nem kell pucolni az aljukat, nem kell nekik még a vízen kívül se, mármint víz se semmi. Szóval tök ilyen egyszerű az egész. Itt meg a Dolly mit keres? Jó, azt meghagyjuk, mert lehet, hogy akkor nem kell húzkodnom. Jó, a follow-me módot kitapasztaltuk, hogy akkor azt nem szabad lehagyni, én azt hittem le lehet. Viszont ugye a follow-me mód az ilyen izére is jó lehet, ilyen munkafolyamatoknál például. Magam mögé úgymond akasztok. Várja, már nem ide akartam. Belegondolok konkrétan, most a combine mögé beküldek, nem, az nem jó. Mondjuk magam mögé, amikor rendsodrózok, berakok egy izét, egy hamstert, egy traktorral, és akkor az jön utána, és összeszedi, nem? Meg ilyeneket tudsz csinálni. Jó. Ja, itt beöntözöm ezt a kis anyagot. Aztán a következő részben akkor learatjuk még a maradékot. Belepörgetünk annyit az időbe, igaz, hogy a tyúkok... De viszont előtte a tyúkokat el kell rendezni, ugye? A pörgetik az időbe, úgyhogy már lesz nekik kaja. Annyi, hogy a vetéssel lesz probléma, amit már levetettem ott ugye próbálnák a Challengerrel. De, ja, meg össze kell szántani a területet. Gyerekek, itt lesz munka a következő részben is. De egyébként lehet, hogy azt csinálom, hogy egy nap Farming Simulator 22, egy nap Farming Simulator 19, meg hétvégén meg toljuk a izét is. Toljuk mind a kettőt, meg hétvégén lesz mindenképpen SnowRunner, azt be fogom pótolni, csak vannak olyan hétvégék, vagy olyan napok, amikor Keeper is egy kicsit el van. Van egy csomó dolga, aztán ugye elég nehéz, srácok, úgyhogy bocs érte, hogyha ha néha úgy érzitek, hogy kevés a videó, higgyétek el, én nem érzem úgy, mert tényleg azért eléggé pörög a Keeper a dolgok. Na, szerintem most ebbe öntjük, 1600 van még itt, vannak még itt ilyen kicsi, minden együtt föl kéne tölteni, azt akkor nem lenne az, hogy itt ilyen kevéssel megáldottak is vannak. Sosoljuk, hogy melyikbe van kevés, gyerekek. Azt nézem, hogy... Van a minden egyiben látom, érted? Hogy van. Melyik az, amelyik? Ez melyik például most? Hely megjelölése. Ez melyik volt? Most arra vagyok kíváncsi. Ott a hátul valahol. Jó, ugye annyit kell belepörgetnem az időbe, beérjél az zárpa. Az a lényeg. Semmi más. Ó, ez a 200.000-es siló az köllött ide azért, nem kell vinkódni, meg ugye be tudom ordani ide is, hogyha van fölösleg vagy plusz, meg ugye minden telepre kell majd siló, meg esetleg siló bővítés. Jó, 180.000-be került fájó pont, de hát ez van, srácok. Még egy dolgot meg fogok csinálni ebbe a részbe, úgyhogy bocs, hogyha ilyen elhúzódos egy kicsit a részek, de legyen haladás. Mondjuk aztán ebben a részben megint volt haladás, én úgy gondolom, learadtuk ezt a bazen. Egyébként tök jó, csomó mindent tudunk már csinálni, hogy a nagygépekkel, meg azért Keeper egy kezd ráérezni a logisztikára, meg megszögi a szabályokat. De hát egyébként ez a játék, ez nem pont a szabályokról szól, de hát azért jó. Most a sorskártyát ezt elberészte a Keeper. Hú, várjál már! Amit akart a Keeper csinálni az, hogy... Hú, itt van mindenhol minden. Azt nyomunk egy visszaállítást rajt, tűnjön a francba, már a Dollyt azt elhúzhattam volna, mert most akkor a tökömbe fogom elhúzni. De ez engem ez ilyen nagyon zavarós tud lenni. Ez a készíjá, ez egy ilyen tényleg egy ilyen csodálatos nagy szobor nekem. Tudom, bukuk rajt pénz, bocsi. De Keepernek a töke ki van ezzel a géppel. Lassú is. Nem tökéletesen arra való, amit... Figyeljetek, ezt én nem fogom használni, ezt én nem tudom használni. 400, hát ez igen.
414 ezer, és ebből, hát nem ebből, mert ugye azért, ha nem, teherautó, ebből veszünk egy nyergest, ez nekem nagyon bejött. Ez nagyon bejött, szerintem terepjáró képessége is lehetnek rosszak. És egy ilyen KPM sárgába gondoltam. Ilyen KPM sárgába. És ugye rárakjuk a nagy JAMS motort, tervezés jó van, kerékbeállítás jó van, és akkor ezzel ledurrantunk. 77 ezerbe került, ma 366 ezrünk, majd írjátok meg, hogy a bünti az legyen, meg mennyi legyen, de viszont azt a sorskártyát ki fogom csapni. Nekem az egy baró ideges. Na, egyébként ebben a KPM sárgában nagyon jó rész ki. Egy ZIL 131-es van itt a faluba, egy homaróval az elején, az ugyanilyen sárga is tök adja szerintem. Na gyerekek, ezzel azért legurcsizok meg, jó? Annyit megcsinálok. Hát azért ezzel lehet döngetni. Viszont nagyon tetszik ez be a sárgába. Ugye a magyar közútnak, hát a KPM-nek vannak ugye ilyen, ezek a sárga járműveik, és ugye ők is használtak egyébként Crust. Pont néztem, a Speedzone-nak volt, amikor ilyen Crust próbáltak, meg összetapostak vele egy autót, meg abban volt az is, hogy hogy nevezik? A bikát, ugye azt a lánctalpast, amelyik igazából egy másik lánctalpas járműveknek a mentő járműve, azt próbálták. Abba mondta egy csávó, hogy a szaki, aki volt a Crust, ő vele beszélt, és mondta, hogy akkor szokták kihozni Pesten, amikor már nem mente semmi, és ilyen nagyon durva hóhelyzet volt, és rárakták a tolólapot, aztán azzal döngettek végig Pesten, de vittek egy ilyen paksamétát, egy ilyen tele volt betétlappa, és amikor végigmentek egy utcába, akkor így mindenhol rakták a betétlapot. Mert igazából mit mindent, meg mondta, hogy annyira nem látsz belőle semmit, hogy így nem látod az elejét, hogy hol megy, ugye nem látsz ki rendesen belőle. Annyi, hogy az elején egyébként azt nem tudom, tudjátok-e, hogy ez a jel, ami ugye ilyen előre jön, ez a csík, az elején ugye a Crust felirat fölött. Az azért van, hogy konkrétan a kabinból lásd, hol az eleje. Arra rálátsz, tehát hogyha most rálátunk arra a szarra ott az elején, akkor ugye tudod, hogyha addig mehetsz. Az azt jelzi, hogy tudjad, hogy hol van az eleje a gépnek. Hogy látod, hogy az mikor ér el valamit úgymond, vagy nem tudom, mert most így ugye nem annyira érzékeled 2D-be, én nem annyira érzékelem a teret, de az elvileg az úgy működik, hogy ott van, vagy ott van még 10 centi, ahhoz tudsz viszonyítani, az nem véletlenül van ott. Az nem csak egy disz, hanem konkrétan egy ilyen jelző. Meg hát ugye azért voltak ezeken a járműveken, ugye két oldalt itt nem egyen, hanem csomón, zileken is, tátrákon is volt ilyen pálca, és rajta volt egy golyó, és az is azért volt, hogy kabinban is szépen lásd, meg ugye valamelyiken hátul is volt, kabinból is lásd, hogy szélesség az meddig tart a gépnek, egy ilyen szélességjelző. És így akkor tényleg az volt, hogy láttad, hogy hol férsz el, hogy látod az a golyó, az beférsz még a fal mellett, golyó elfért, akkor el fog férni az egész gép. Ez emiatt volt. Egy kis ilyen információ morzsa, aki nem tudta, de egyébként biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat tudjátok ezt a dolgot. Na, srácok. Júj! Azért a Crust megpördíti a kanyarba, mondjuk 80, de nem kéne beletni, azt akkor lehet nem pördíne meg. Egyébként jó helyen vagyunk, ez az a föld. Itt meg ideig vannak. Szélkerekek-e? Szélkerék az... Az. Szélkerék. Miről beszélsz? Jó, de vizet mondasz neki. Szélbalom! Na gyerekek, ezzel ide beverettünk, hát valamivel majd azt a dollit azt lerakom ide, ugye itt egy ilyen telepet fogok kiképezni. Gyerekek. Ez egy kicsit vágtatunk ezzel a géppel, azt néha történnek dolgok be. Kíváncsi leszek, hogy ez hogy fogja húzni ezt a nagy dögöt. Hűtjei hallod, lesz, ki se tudom venni alól. Ki se tudom venni alóla ugye a dollit. Ó, kell egy traktor. A hülye gyerek, legalább vitted volna félre a dollét. Ugye ezt nem tudok rá fogni.
Mert golyós, golyós a izéje. Jó, hát ezt jó megcsinálhatod képer, legalább fogtál volna ki. Jó, majd az izéjével, MTZ-ével vagy valamivel eljövök, azt elhúzkodjuk. Igen, akkor el is búcsúzom szerintem lassan. Következő részben várlak beletek, egyébként ez nagyon bírom, ez tök jó ebben a színben, tök, nagyon tetszik ez a cross. A következő részben annyit csinálunk, hogy összeszántjuk a területeket. Itt a maradékot valószínű, hogy learatjuk, de viszont itt már ugye akkor csinálhatjuk azt, hogy vetünk. Egyébként azon gondolkozok, lehet, hogy nem fogom levágni ezt a részét ennek a területnek, mert igazából most figyelj, itt learatod ezt, meg leveted, és akkor elküldöd arra, így hosszába. És akkor ugye itt vissza, végig pattog. Vagy a vető, vagy a kombány, úgyhogy lehet, hogy egybe fogom én ezeket hagyni. Lehet, hogy akkor a 36-os, a 42-es és a 40-es földterület, az konkrétan egybe lesz az egész. Tehát itt nem, várjál, itt nem tudnám itt izéri, összeszántani. Nézzünk rá egy felső nézetbe, ugye az egy felső, mondjuk így is egyszerű. Csak nagyon messze voltunk utoljára, ó, a tyúkó, a tyúk farmú. Egyébként nagyon, fú, tök jó kiáll. Tök jó, úgymond, hát kijátsszuk ezt a valamit. Na erre gondol, ú, itt nem, itt ilyen löszfal, minden kutyaszar van. Mondjuk, hogyha fölhúznám, egybehúznám, itt ezt az utat így eltűnt, hát mondjuk az a baj, itt a szélerőművet is nem kéne eltüntetni, nem? Mondjuk úgy lenne, úgy tök jó lenne, ugye, hogy itt fog rám, ugye itt már csak ilyen szervizút van, innentől csak szervizút van, azt el lehetne paterori. Vagy egész eddig is akár, de nem, eddig van az én földem. Ja, nem biztos, hogy az az én földem, álljunk meg egy szóra, mert ugye ez a földek. Nem, hát az nem az én földem, úgyhogy itt semmiképp nem tudnám összeszántani. Jó, hát akkor mindenképp marad. Akkor mindenképp marad, de egybe fogom az egészet munkálni, nem fogom itt elválasztani. Egyefene, munkáljuk egybe az egészet, és akkor lesz egy ilyen, hát egy ilyen horribilis, nézd meg, ekkora földünk egybe. Meg akkor a 35-öset kellene majd még megvenni, az is egy nagy, elég nagy, meg az is jó szögletes, és akkor egybe tudnánk csinálni úgy, ha 36-40, meg igen, 39-es, 30, ezeket a földeket mindenképpen meg fogom venni. Mindenképpen. Itt srácok, a 40-es, 39-es, 38-es, 35-ös, itt a folyó innencső fele, a folyó innen, igazából a folyó lesz a határ. A folyó innen csak fel, az egész egybe, mondjuk egybe terület lesz, tudom, hogy ezeket nem tudom összeszállítani, mert ugye itt úr van, viszont hát mondhatni, egyszerre fogjuk ezeket munkálni. Tehát veszünk egy elég nagy gépparkot, mindenképp, mit tudom én, egy ilyen három nagyvető minimum, vagy talán még több, négy nagyvető, minimum négy nagy kombány, nyerges. Ez a cross az elég gyorsan tud reagálni, szóval inkább azt kellene csinálni, hogy siló lenne, ez a pótkocsi, ez például tök jó a crossra, szerintem, és akkor egy kettő darab mindenből. Pótból, crossból lehet hordani, ugye, mondjuk egyik részen csak egyik cross lenne, a másik rész egy elosztanánk. Üríteni, ugye, ne az legyen, hogy itt van a krasz, és akkor el kell vennie ide, hanem mondjuk lefogja a 39-es, 40-est egy krasz, a 35-ös, 36-ost egy krasz, a 42-es, 38-ost még egy krasz. És akkor így, kettő földenként. Érted, mire gondolok, hogy ezt egy géppel, meg tudnánk csinálni. És ez így tök jó lenne. Mert azért itt már nagy távolságok vannak, itt nagyon sokat kell menni. Na jó, a gyerekek, így ez lesz itt a jövőbeni projekt. Várlak benneteket a következő videóval. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!